Vendégünk a Békés Csabai Kandó Kálmán Vasút modellező klub vezetője, Drienyovszky György, köszöntöm stúdiónkban. Tiszteletem, köszöntöm én is Önöket. Évről évre a vonat parádé bizonyul a leglátogatottabbnak a Nemzetközi Vasútmodell kiállítás és mozdony parádé programjai közül. Ez így volt idén szeptemberben is. Hogyan sikerült a rendezvény? Hát az igazság az, hogy én azt megtekinteni nem nagyon tudtam, mert ugye én nekem a lenti klubot kell vezetni, és üzemeltetni, és a gyerekekkel azt csináltuk. Annyi, hogy kimentem, csak megnéztem, hogy, de a hallásból úgy hallottam, hogy jó sikerült. Ugye ez volt a 19. mozdonyparádé, melyen a mozdonyvezetői szimulátort is ki lehetett próbálni. Hogyan néz ki egy ilyen szimulátor? Hát van ebbe több fajta. Az az igazság, hogy például a festi szimulátor az úgy néz ki, beül az ülésbe, a mozdonyvezető ülésbe, és minthogyha tehát a kezelő szervek is azzal vonnának, és akkor az az egyik fajtája, a másik meg így a számítógépes rendszeren keresztül működtetik. Ön kipróbálta? Én kipróbáltam mind a kettőt. Milyen volt? Jó, nagyon. Az élethű volt, amiben székbe beültünk, és úgymond úgy éreztük, mintha mozdonyba ültünk volna, és ugye vetítettek, egy kivetítő volt, és akkor onnan megjött a jelző, ugye gyorsítani, lassítani, megállni, mikor milyen képet adott a jelző, ahhoz mérten kellett a sebességet is, meg szabályozni a fékezést is. Ön mozdonyvezető volt, és onnan menj nyugdíjba. Hány kilométer van a háta mögött? Őszinte legyek, nem számoltam, de sok, mert én a pesti vonalon sokat jártam, Budapest és Kürtös, tehát Romániába is átjártam. Amúgy meg Szombathelytől kezdve Miskolc, nagyon Debrecen, például debreceni vonalra azért jártunk, mert annó a záhonyi vonatokat Debrecenen keresztül, Nyíregyházán keresztül vittük, és akkor általában úgy jött, hogy Debrecenben leváltottak, de ha úgy alakult, akkor elmentem Nyíregyházáig, vagy még tovább is, amíg lehetett. A miskolci vonalon jobban azért jártunk, mert ott úgymond a mozdonyoknak a porgóvás cseréket végezték, és akkor, mikor elvittünk egy mozdonyt, ami rossz volt az egyik porgóváza, jóra kicserélték, vagy kettő mozdonyból csináltak egyet. Tehát ugye egy-egy forgóváz jó, akkor onnan kivették a jót, a rosszat meg aztán fölvitték a főműhelybe, az meg Pesten volt az északi járműjavító, és oda is sokat vittem tulajdonképpen mozdonyokat, hogy ilyen, hát mi úgy hívtuk, hogy dögöt vittünk. Tehát a rossz mozdonyokat felújítani. És akkor Debrecenben meg azért is jártunk sokat, mert esztergálás volt, tehát a kerekeket esztergálták, és akkor volt, hogy elmentünk, reggelre odaértünk, föltették az esztergagépre, az délután, mit tudom, 6-7 óra körül, vagy este fele már kész volt, és akkor hoztuk haza, és akkor készen volt. Hogyan kezdődött az ön mozdonyvezetői pályája? Mikor csapta meg a mozdonyfüstje? Hát engem, hogy mondjam, kijártam az általános iskolát, én mindig villanyszerelő akartam lenni, de az élet úgy hozta, hogy a vasútnál voltam mindjárt ilyen segédmunkás, mert első évben nem volt felvétel ipari tanulónak. Aztán úgy közben, hogy ott voltam a fűtőházban, úgymond a garázs, és akkor a mozdonyokat láttam, és akkor megtetszett. És akkor, mikor így segédmunkásként dolgoztam, akkor fölmentem egy mozdonyra, mondom, milyen jó lehet ezt vezetni, stb. Még ugye hideg mozdonyokat próbáltam, hogy kell indítani, stb. És akkor megtetszett. És akkor úgy ott ragadtam, és akkor elmentem ipari tanulónak, és akkor 3 éves ipari iskola, és akkor én mindjárt, mikor levizsgáztam, mint szakmunkás, mindjárt kimentem utazni, és én gőzmozdonyon kezdtem. És akkor először nekünk is nem úgy volt, hogy mindjárt vezet meg, és akkor egy évet le kellett tüzelni. Tehát mint fűtő voltam, de mint gyakornokként. És akkor, mit tudom, Csaba, Szeged között ugye jártunk, Kötegyár, Mezőhegyes, már akkor Pesten nem igen, csak néha volt olyan, hogy mert ugye bejött a dízelesítés, aztán az is úgy
hogy mondjam, kikopott a, úgymond a 424-esek, mert azok jártak Pestre, ugye, gyorsvonatokat, vittük a gyorsvonatot, ilyen, minek hívták, ilyen hétvégeken, amik volt a munkásvonatok. Meg akkor volt úgy, hogy helyettesítettünk, este volt egy személyvonat, és akkor mondjuk abba bebeugrott, de hát azt mondom, 72-ig aztán azt hiszem teljesen megszűnt, utána már gőzös kiszorították, de itt a lenti térségben meg jártak. Hát még 1978-ig jártam gőzösön. De már akkor én, meg volt nekem a dízelmozdony vizsgám, a villanyvizsgám, és ugye gőzös volt az első. Anno, abban az időszakban én voltam a legfiatalabb háromszakvizsgás szakember. 27 éves koromban meg volt mind a három szakvizsgát. Úgyhogy engem bárhova tudtak tenni, én mentem is. Gőzös nagyon szerettem, főleg azért is szerettem, mert fűtő volt, tehát össze kellett dolgoznunk. És akkor nem mindegy, hogy volt olyan, úgy hívták a fakezűeket, aki húzta, de nem nézte a fűtőt, csak dolgozott, és akkor tehát úgy össze kellett dolgozni azért, hogy úgyhogy ilyen, én azt szerettem, ahol kicsit szokatlan volt, mikor villanyra kerültem, mert a villanyon egyedül dolgozott az ember, és ott úgymond egyedül volt az ember, nem volt senki, úgymond segítség. Tehát ha volt baj, akkor nekem kellett megoldani. Ha meg ugye volt fűtő, akkor csak ketten voltunk, aztán könnyebb volt a megoldás. És volt baj? Akadt. Volt úgy, hogy mert ugye például a villanyon az volt úgymond jó, hogy rádió, még akkor ugye nem volt mobil, meg mit tudom én ilyesmi, csak volt ilyen hát menetirányítóit, meg mozdony irányítói rádiónk. Csak azokkal ugye, hogy kezdetlegesek voltak, az nehezen úgymond a frekvencia biztos olyasmi lehetett, hol akadozott, hol nem jött meg, meg volt milyen hatótávolság, és akkor azon kívül már nem hallom, mondjad még egyszer, meg ilyesmi, úgyhogy ott adódtak nehézmények, igen. És akkor ön hány évet vezetett? 35 évet. 35 évet. Igen. Utána nyugdíjas lett, és... Igen, nyugdíjas lettem, ugye akkor még volt ez a tengelyen töltött időm, és akkor korkedvezménnyel eljöttem. Úgyhogy 2004. júliusban eljöttem nyugdíjba. És akkor onnantól kezdve jött a vasútmodellezés? Hát előtte is volt, mert például a fiamnak vettem ilyen modelleket, meg mit tudom én, és akkor a szobába összeraktuk, és akkor jelző, stb. Aztán mindig az volt a baj, mikor jött a takarítás, a nejem az kicsit rálépett, meg ilyesmi, hát hogy ő nem értékelte annyira izét, hát próbált vigyázni, de hát ugye óhatatlan is, mi meg úgy óvtuk, vigyáztunk rá, hogy nehogy rálépjen valaki, de azt hát a fiam is, mondom, még ugye 76-os születésű, és akkor egy olyan, hát 6-7 évesig, úgy valahogy. Utána kezdtek bejönni a Commodore 64-es, ez az, és akkor kimentünk külföldre, és akkor behoztunk számítógépet, onnan hátra arc. Úgyhogy aztán, és akkor bepakoltam a Recamé aljába, aztán ott pihent, és akkor, mikor elmentem nyugdíjba, akkor elővettem. De volt is okom, úgymond, hogy utána unokáim legalább azok érdeklődtek. A legidősebb most 16 éves lesz, és akkor őtet érdekelte, de ő is az az igazság, már ez a technika egy kicsit elvitte. A középső unokám, a második unokám az nem is érdekelt, az ő inkább ilyen irodalmi, meg ilyen beállítottságú, tehát ő nem érdekelte, a Ádám az most 10 éves, és akkor még őtet él, őnek is csináltam egy terepasztal, tét és méret arány, mert ugye ebben van több méret, ugye van a H0, TT, meg az N-es asztalok, és akkor csináltam neki, és mert Szombathelyen laknak, és akkor főleg mikor kicsi volt, akkor mindig oda mentünk, tata, gyere, vonatozunk, meg mit tudom én, de olyan jó beleívódott a, hogy mondjam, ez a vasutas légkörszerűség, mert például a mozdonyokat is
meg a kocsikat is ilyen szekrénybe raktuk, ilyen üveges vitrín volt, és akkor oda raktam azt, mikor elővettük, ugye játszottunk, utána visszaraktuk. És akkor, mikor én úgy elővettem, valamit csináltam, ott hagytam, tata, ott hagytad, már tudta, hogy hol a helye. Úgyhogy nagyon aranyos volt. Most egy kicsit ő is elment, már 10 éves, és ez a rock and roll táncot csinálja. Most jó, mert országos 7. helyezett lett, tehát most kezdte, ugye még nincs egy évese, ugye még fejlődő, hát reméljük, hogy tovább viszi, de nagyon ügyesen csinálja. És a lányomnál meg van azok tapolcálaknak, és ott van egy 2,5 éves, most tegnap mentek haza, az benne, az már mondja, szilli, csörgő, meg a mozdonyokat annyira tudja, hogy őben azt mondja, kíváncsi leszek, meddig fogja úgymond érdekelni, ugye, mert most nagyon érdekli. Ugye, nekem is van kétfajta modellek, ami digitális rendszerre, meg van az analóg. És ugye a digitálisban ugye a hangokat tudjuk lejátszani, és akkor, mikor elindítjuk, akkor nyomja a dudát, elindítja a dízelbe a motort, meg mit tudom én, nagyon élvező a kisrác, úgyhogy, és mondhatom azt, hogy hát végig tudná sorolni a úgymond a mozdonyokat, ha meglátja, voltunk Keszthelyen, és Keszthelyen a nem tudom, hogy hallott róla, ott van egy nagy ilyen vasútmodellezés, az ott sorolta a mozdonyokat, mindenki nézett, hogy 2,5 éves, és már megtanulta, de nagyon ügyes kis srác, úgyhogy. Ha már szóba kerültek a terepasztalok, még 2010-ben elkezdtek építeni egy 45 méteres terepasztalt, ami még most is fejlesztés alatt van. Ez a terepasztalok sorsa? Pontosítok, hogy a 10-be nem a 45, ez az egyesületnek az asztala, ők modulasztalok. Tehát azokat úgy rakják össze modulonként, megvan, hogy 1,30 vagy nem tudom milyen hosszúnak kell lenni egy modulnak, és akkor azokat rak, és az 45 méteres, az digitális rendszerben működik. A miénk, hát különben a srácok ugyanazok, tehát csak onnan kerültek föl, ők egy új klubot alakítottak, és ugye lent azért működik még az analóg rendszer. Az 5 méterszer 2 méteres és tétés méretarány, a 45 méteres az meg H0-ás. Egy a 87-es, a tétés egy a 120-hoz. Az NS, mert nekem van egy kis NS asztalom, most a legkisebb unokámnak csináltam, az meg egy a 160-hoz. És akkor még van az és, egy a 220-hoz. Az nagyon picike, úgyhogy az az igazság, már az NS-hez is a szemem nem olyan jó, mint annó, hogy láttam mindent, most kicsit nehezebb. Már az, hogy szemüveggel, akkor oké, meg nagyító ez az, úgyhogy kell most már így elektronikákat, amit úgymond én csináltam, meg a gyerekeket oktattam. Tehát mielőtt volt egy ilyen foglalkozás, mindig egy órás, hát úgy bevezettem őket. Főleg most muszáj, mert már azt hiszem csak 8. tanulnak fizikát, meg ilyesmit. Tehát ugye azelőtt mi is 5. osztályban volt fizika, meg ilyesmi. Ugye most már nincsen is. Sajnos az a baj, hogy előkészületlenül úgymond jönnek, hogy érdekli a terepasztal, a modellezés, csak az a baj, amikor megkérdem, mit szeretnél csinálni? Hát úgy vezetni. Hát de mondom, meg kell építeni ahhoz. Hát igen. Na és akkor sok gyereknek az a ezért, hogy hát ugye vezetni szeret. De hát mondom, ahhoz építünk először. És az a baj, hogy például elhasználódik, tönkre megy, nincs, aki javítsa. Tisztelet a kivételnek, mert van egy-két olyan gyerek, aki például nem azt nézi, hogy játszom, mint, hanem ő az, ha elromlik valami, ad ide, megcsinálom. Tehát van olyan gyerek, és csak az a baj, 10-ből 1-2. A többi az jó, kell olyan is, hogy terepépítés, meg ilyen házépítés, a többi, ez kell, mert a valóságban is ugye van mozdonyvezető, van szolgálattevő, pályaépítő, ugye minden van. Itt is kell, mert van olyan gyerek, ami jobban tudja, hogy hol megy, mert 3 szintes van itt a klubban. Én nem tudom, hol megy, de ő tudja. Pedig én építettem, vagy hát ott voltam, amikor építettem is, és ők van, aki jobban tudja. De kell olyan is, mert ő tudja mindig meg, hol van, ahol
van, de erre megy. Igen, sok olyan gyerek van, aki mondom csak játék szinten. Sőt, most van egy olyan kis rád, 4 éves volt, mikor odajött a nagypapával, és most 11 éves, és még mindig kitart a, úgymond, a modellezés mellett. Kicsit alább hagyott, mert hát, ahogy mondtam, az elektronika meg viszi más irányba, de azért szereti, tehát végül is még mindig bebejárogatnak. Sőt, most legújabban van egy 37 éves hölgy is, aki érdeklődik, és bejön, ő is tulajdonképpen olyat szeret csinálni, hogy javítgatni meg, és mindig, hogy mit csináljon, hogy csinál, nagyon érdeklődő, tehát nem kimondottan játék. De azt szereti, hogy meg, hát meg kell mutatni nyilván, meg kell mutatni azt, hogy mi hogy működik, szétszedni, ha látja egyszer, akkor már tudja, hogy mert takarítani elég sokszor kell, mert a koszt a port fölszedi, és az a baj, a sin érintkező meg a kerék közé megy, és akkor szinte szigetel, és akkor ugye azt le kell takarítani. Na, ezt nem szeretik a gyerekek, mikor takarítani kell. Mindig, mikor elkezdjük a szakkört, mondom, takarítás. Látom én, hogy már van direkt ilyen takarító kis szerkettyünk, és akkor átszaladnak. Mondom, kész, kész. Akkor van egy ilyen rongyom fej, és akkor szépen így letűlöm, és látom fegyet. Gyerekek, koszos, tovább. akkor egyik azért, hogy miért kell nekem. Hát mondom, mert most te vagy a soros, ha nem, akkor mondom, csináljad. De mondom, a másik is oda jön, és csinálja. Tehát itt nincs az, hogy most én nem csinálom, mert az nem csinálja. Közös munka. Úgy tartják, hogy a vasút modellezés sohasem hal ki. Ezt ön hogyan látja? Hát van benne valami, mert egyre jobban épülő, meg jobban inkább most már az, hogy a digitális rendszer felé megy. Tehát valóban, és a vasút modellezők, ahogy ezek a vasút modellgyűjtők meg főleg, azok olyan kritikusok, hogyha már mozdonyan egy kapaszkodó hiányzik, akkor már az, annak ez van, akkor az áramszedő nem jó áll. Tehát egyre jobban, tehát úgymond terjed, mert és a gyerekek is szeretik, csak hát ugye elég drága játék azért. Most az egyik gyerek, aki jár a körbe, az vett egy gőzmozdon 178 ezer. Egy igaz digitális rendszerbe, de azért, na, húzós szeje, de mondta az anyuka, hogy összegyűjtötte a gyerek, és akkor névlem, hát mondom, ügyes, tehát, hogy azért nem elfogyiszta, vagy hogy mondjam, azért gondolom szépen félre rakta, és akkor vett most egy mozdonyt, úgyhogy. Egyébként ahhoz, hogy valakiből elhivatott vasút modellező legyen, kell hozzá a vasutas múlt is? Nem feltétlen. Nekem van olyan ismerősöm, Tóth Komlósi, hát úgymond fiatalember, 41-néhány éves, postás. Ő nem volt soha vasutas, és csinált olyan terepasztalt, sőt, itt a Gyöngybe is, mikor volt most tavasszal, ő is tétés méretű, olyan összecsukható, hozza az utánputón, hozza, segítjük föl az asztalt, kinyitja, és akkor szépen beüzemelés jó. Tehát neki tényleg feltétlen is, sok olyan van, például Legóba is, ami most volt kint az állomáson, ez a Legós, egy tatabányai srác, az Legóból rakta össze egész jó nagy terepasztalt, annak sincs semmi vasutas múltja. És benne van, hogy ez a vasúti iránti, úgymond érdeklődés, vagy szeretet, tehát a modellezés iránt, de ő Legóba csinálja. De hát az is olyan Legó mozdonyok minden vannak, és számítógépről vezérel. Tehát az is már digitális rendszere minden. Tehát mostan már nem azok a régi, mert analógnak az a gondja, hogy ha fönn van két mozdony, az csak egyfele tudnak menni. A digitális rendszer egy vágányon össze is tudnak ütközni. Tehát itt a technika már annyira fejlődött, hogy és akkor úgy van, hogy ha 10 mozdony föl van téve, azt mindenkiket külön lehet vezérelni.
A mindeniknek van egy kódja, és akkor az, sőt most már a legújabb a tablet, meg a okostelefon, most már arról lehet ezeket irányítani. És ez főleg a gyerekek nagyon szeretik, mert ugye minden, most már mondhatni, az mindenkinek van okostelefonja. Előveszik, és akkor mindjárt kódot beütik, és akkor játszunk, mondjuk megvan ott is a hogy mikor játszott, hogy, mert engedélyke úgy, majdnem úgy, mint az igazi vasúton, ugye főleg egy ilyen, hát ugye nem tudom most milyen volt a gyöngyben, milyen hosszú összerakva, vagy 80 méter, vagy 100 méter körül, ugye elég nagy, és ott se lehetett, hogy bocsánat, őknek paszújnak megyek, hanem megbot, hogy most kérek engedélyt, mehetek, nem mehetek, és akkor így tovább. Még így is előfordul, hogy nem figyel valaki, és akkor van egy kis garambó is. Ugye az a rossz benne, hogy ilyenkor könnyen törnek a alkatrészek, úgymond, mert műanyagból vannak, de hát ugye azt meg kell úgymond csinálni, hogy meg lehet ragaszgatni, de akkor már, aki olyan, ez a nagy modellezők, azok már, hát az már tört, meg mit tudom, egyből meglátják. Igen. A mozdonyok alkatrész utánpótlását hogyan tudják megoldani? Hát általában úgy szoktuk, hogy kimegyünk a bőrzére, vagy Pesten van egy bőrze, és ott szoktak alkatrészeket. Hát én nem tudom honnan hozzák, de ugye tiszta újonnan, gondolom a Németországból, meg a gyárból, és ott lehet venni alkatrészeket. És akkor, ha nem, akkor megrendelik, és akkor hoznak le, és akkor megjavít. Csak az a baj, hogy hát az ilyen rendel dolgok majdnem drágábbak, mint hogyha, hogy mondjam, egy mozdony, persze, mondjuk attól függ, hogy mit. De ugye most főleg bejött most már az a 3D-s rendszerű dolgok, azt ugye nyomtatják ki, és akkor meg tudják oldani, ha olyan. A elektronika az, hát ugye úgymond, az már panelekből, tehát az készen kell venni, meg maga a rendszer, amit árulnak, ugye az megvan, hogy előre gyártottak. Igen. Ugye a Kandó Kálmán Vasút modellező klub már 45 éves. Hány tagja van a klubnak, és milyen sűrűn találkoznak? Minden pénteken vagyunk, pénteken 15 órától 18 óráig. Hát általában olyan 10 a fix tagunk, akik úgymond vezetjük, 13 fő, de mindig van úgy, hogy többen is vagyunk, mert például nekem is a nyugdíjas kollégák bejönnek. Azt mikor építettük itt lent a klubot is, akkor is azok segítettek, a nyugdíjas kollégák, hogy haladjunk. Hát nem tudom, volt a vasutasba? Ja, van az a vitrines, az gyerekek csinálták, és azok három hónap alatt építették meg, és az elektronikát is, de az is analóg, és akkor azt is ők építették, már úgymond a 15-16 évesek, ugye a számítástechnika, stb. Előjött, de elmentek úgymond, ugye egyik Pesten tanult, itt-ott aztán elmentek, a elektronika tönkre ment, nem volt utánpótlás. Úgyhogy hát minden pénteken vagyunk, mondom, 15 órától 18-ig, és hát, hogy mondjam, most csak hetente egyszer. Valamikor volt, hogy hétfőn, meg pénteken. Itt az a baj, a gyerekeknél sokan van olyan úgymond mellékfoglalkozás, hogy foci, hegedű, meg mit tudom én, és akkor hát nem tudok jönni, majd csak később egy kicsit, meg tehát le vannak terhelve eléggé a gyerekek. Szeretne jönni, de ugye mindent nem lehet. Úgyhogy így van meg a hetente, aki jön, akkor ott van, aki nem, akkor jön, amikor akar, tehát bármikor lehet jönni. Akkor a klubnak nem csak tagjai vannak, hanem szimpatizánsa is. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja a vasút modellezés és a Kandó Kálmán Vasutas Klub jövőjét 15-20 év múlva? Hát remélem, hogy ezekből a gyerekekből marad olyan lelkesedés, akik viszik majd tovább, mert például itt a klubból
sőt az előző úgymond gyerekek közül sok van olyan mozombetőnek ment, szolgálattevőnek, tehát a vasút terén helyezkedtek el nagyon sokan. És hát itt is úgymond volt utánpótlás, aki csinálja, mert én is lemondtam egy idő, vagy hát úgymond 2 éve, csak aztán az a mozombető, aki átvette volna az orvospali, egyszerűen nincs ideje, mert ő mozombető, ugye mennek éjjel-nappal, úgymond. És akkor nem tud bejönni a gyerekekhez, mit tudom, én meg nyugdíjas vagyok, meg szeretem csinálni, ez az éj benne, hogy szeretem, és akkor meg a gyerekek is, mindjárt Gyuri bácsi, már úgy néznek az ajtón, mikor jön bár Gyuri bácsi. És akkor az a pénteki nap délután nekik az egy olyan, hogy ma öröm az, hogy hú, bent vagyunk, és akkor. És de hát mondjuk, mondom, figyelni kell rájuk, mert most nagyon sok játék gyerek, tehát akik csak játszanak, de sokszor mondom, gyerekek, most csinálni kell valamit, nem játszunk, hát most meg kell csinálni, elromlik valami, akkor csinálni kell. Szóval, ha van olyan gyerek, akkor beütemezzük az, hogy na mostan ez mentünkre, ezt csináljuk, most is péntekre majd megvan, hogy milyen mozdonyt, meg mit kell csinálni, mert ugye most volt a kiállítás, sokat üzemeltek. És akkor ugye megtakarítan, ez az, levesszük, szétszedjük, kitakarítjuk, ez az, és akkor megint. Akkor nincs játék, mert más előrébb való dolog van. Persze, úgyhogy. Amikor elérkezett a Covid miatti lezárások időszaka, azt önök hogyan vészelték át? Hát elég nehezen, mert mindenki igényelte volna, de ugye a ház se lehetett nyitva, meg, tehát ott elég komoly, hát úgymond probléma, hogy állt minden. Mint hogyha, hogy mondjam, stop, és akkor mindenki csak magába merült, hogy hát most mi van. Úgyhogy elég nehéz, de helyrerázódtunk hamar, úgy mondhatni, hogy mindenki várta már azt, hogy na, induljon be. Hogy azért maradt el a kiállítás is, meg ilyesmi, akkor igen, úgyhogy elég, de átéltük. Amikor ön még mozdonyvezető volt, akkor sokat éjszakázott? Hát ahogy muszáj volt, tehát igen. Igen, mondtad, ugye ott ünnepnap, vasárnap mentünk állandóan, tehát főleg még gőzidőben, hát akkor 270-300 órákat is mentünk. Ott a gőzös időben olyan volt, például a Szolnokra mentünk egy tehervonattal, akkor odaértünk, mit tudom én, 16 óra alatt, vagy 18 óra, annyi volt a kötelező vezetés, aztán le kellett pihenni, 6 órát aludtunk, abból csak 4-et, mert csak papíron 6, és akkor utána jöttünk vissza, megint 16 óra, ott volt 40 órát távol voltunk annó. Úgyhogy elég sokat éjszakáztunk. Én mondjuk szerettem, főleg nyáron az éjszaka jobb volt, mert nem volt olyan meleg, úgymond, és ugye akkoriban még a mozdonyokon ez a korszerű járműveken nem volt hűtő, nem volt légkondi, meg ilyesmi. Most már ezeket mind szerelik föl ebben, tehát most már úgymond könnyebb a mozdonyvezetőknek egy kicsit. Hát még annó kannába ittuk a vizet, ugye ilyen vizes kannába, az olyan rossz volt a pálya, sokszor így fogtuk a kannát, aztán nehogy fölboruljon. Igen. Vendégünk a Békés Csabai Kandó Kálmán Vasút Modellező Klub vezetője, Drienyovszky György volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a meghívást, további jó egészséget mindenkinek! Önnek is!